Sziasztok, töröttrugós videó következik. Varga Tibor vagyok, ez itt az autóvizsgálat.hu. Töröttrugó. Sziasztok! Ennél azért többet szeretnék elmondani a rugóról, meg a rugótörésekről. Megint csomagtartóba kényszerültünk, szakadó eső miatt, de egész kényelmesen és komfortosan érzem itt magam. Na mindegy, itt egy rugó, így néz ki egy autó spirálrugója. Na nem amikor új, hanem amikor már megkotlott. Ugyanis el van törve. Na de mitől is törik el egy rugó? Hát attól, hogy élete során mondjuk 10 év alatt 4.763.378-szor megy össze, meg vissza az eredeti pozíciójába. Nyilvánvaló, hogy amit mozgatunk, előbb-utóbb elkopik, eltörik. Ez van a rugókkal is, a rugók rendszerint viszont nagyon hirtelen törnek el. Nagyon sokszor egyébként észre se veszik az autótulajdonosok, hogy el van törve a rugójuk, talán csak az van, hogy egy picit ferdén áll az autó, és évekig úgy autóznak, hogy a rugó már nem épp. Ez nem tesz jót egyébként se a lengéscsillapítónak, se a biztonságnak, se semminek, tehát néha érdemes benézni a kocsi alá, megnézni, hogy mi újság van a rugóval, megvan-e mind a két vége. Egyébként elképesztő mekkorát tud csattanni. Az öreg bálnán is volt, hogy eltört egy Tesco parkolóban a rugó, akkorát csattant, mintha lőttek volna. A rugó anyaga egyébként különlegesen edzett acél, rugóacélnak hívják, speciális gépekkel gyártják. Ha vásároltok egy autót és két hónap múlva kiderül, hogy valamelyik rugó el van benne törve, az nem tartozik a szavatossági jogkörben, ugyanis ez is kopó alkatrésznek minősül. Nyilvánvalóan itt most nem másfél éves autóról beszélünk, hanem 10 éves autóról, szóval egy rugótól is várható, hogy előbb-utóbb el fog törni, ez bármelyik pillanatban megtörténhet, akár ma reggel is megtörténhetett, nehéz azzal visszavinni egy autót, hogy már törött rugóval adták oda, és szándékosan át akarták verni a fejeteket, mert általában nem ez szokott történni. Javítása nem lehetséges, vagyis lehetséges, meg lehet hegeszteni, csak értelmetlen, tehát senki ne próbálkozzon azzal, hogy rugót hegeszt, összekovácsolt, stb. Vásároljátok meg az újat, egyrészt egyébként nem egy drága dolog, meglepődnétek, hogy néha mennyire olcsón lehet rugót venni, egyszerűen ki kell cserélni, és mindig párba cseréljétek, nagyon fontos, két okból, egyrészt nagyon sokféle rugóacél meg anyagminőség van, nem biztos, hogy egyforma lesz a két oldalon a két rugó. Egyébként ezen a rugó most pont nincs, színkódokkal szokták jelölni a rugó keménységét, de a lényeg az, hogy mindig egyforma rugót használjatok tengelyenként, tehát ha mondjuk a bal oldala megkotlott, ki kell cserélni, cseréljétek ki a jobb oldalát is. Mi rugózunk is tovább, örülök, hogy ma is velünk tartottatok, iratkozzatok fel, lájkoljátok meg, osszátok meg a videóinkat, és hogyha már tört el a rugótok, írjátok meg kommentbe, hogy milyen tapasztalatotok volt vele. Sziasztok!